Roncsautók sorakoznak a városrendészet telephelyén, ezek a felvételek még nyáron készültek, akkor mutatták be ezt a területet a sajtónak. Ez a hely már elég nagy ahhoz, hogy Győr összes roncsát ide lehet szállítani. Többek között ez volt az egyik legnagyobb megvalósult célja a városrendészetnek az óévben. 2023-ban is valóban mind a közbiztonsági, közrendi szempontból, köztisztasági szempontból is a feladatok ugyanúgy meghatározottak voltak, és kellő elfoglaltságot adott a városrendészetnek, illetve hál' Istennek azáltal, hogy egyre jobban magunk mögött hagyjuk a régi időszakot, így sokkal több rendezvényünk is van a városban, aminek aztán ott is kellően szerepet kellett vállalnunk, úgyhogy ebben is igyekszünk minél jobban fejlődni. Több kisebb irodájuk is nyílt, hogy minél aktívabban helyszinten tudjanak közbeavatkozni. A Köztelek utcában ugye ott már régebb óta van egy irodánk, ahol aztán egy ügyfélfogadás is rendszeres, illetve egy új irodahelyiséggel bővültünk az évben, az pedig a Marcalváros 2-n található, ahol a visszajelzések alapján jó ötlet volt, és mindenképpen megfelelő az, hogy demonstratív jelleggel ott vagyunk, és a kollégák a folyamatos jelenléttel biztosítják az állampolgárokban a biztonságérzetet. A városrendészek pedig nem csak a szárazföldön, hanem a vízen is felügyelik a rendet. A vízi közlekedés, illetve a vízirendészeti szempontból is úgy gondoljuk, hogy jó ötlet volt, illetve megfelelő az a fajta technikai eszköz, amivel most meg vagyunk és el vagyunk látva. A jövőben mindenképpen továbbra is szükség lesz, hiszen a vízi élet egyre jobban fokozódik, és ugye az együttélés szabályai is ott most már szabályozás alatt lesznek jövőre, úgyhogy mindenképpen részt veszünk, és továbbra is a szabályszegést, szabálysértést azt megpróbáljuk megelőzni, illetve megszüntetni. A városrendészet számtalan szorraziázott együtt a rendőrséggel és a polgárőrséggel, ezt pedig 2024-ben is folytatják majd.